Sziasztok! Az az igazság, hogy Dani egyáltalán nem tudja, hogy én most elkezdtem az ő videóját, úgyhogy majd meg fog lepődni, amikor ezt vágja. Az az igazság, hogy nagyon irigy volt az én napi vlogomra, amit hogyha nem láttatok, akkor most meg tudtok itt nézni. Én ennek azért örülök nagyon, mert ez azt jelenti, hogy át fogja vállalni az éjszakai etetés utáni altatást és a pelusozást, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog produkálni. Most amúgy fél három van, és már a második etetés van, és ő egyelőre ott durmol, úgyhogy lehet, hogy mindjárt ébresztem. Ahó, ébresztő. Itt egy álmatlan maki, akit ki kellene. Ki kéne cserélni a pelusát. Ez vagyok én. Ez vagy te bizony. Nem, te itt állat. Ja, nem az állat. Húha, na indulás. Teljesen jól lakott. Jó napot kívánok. Ez egy ilyen kis valami videó lesz, még nem tudom mi. Csak annyira tetszett a Rami ma, vagy tegnap, hogy gondoltam én is csinálok egyet, de nem tudom. Milyen ötlet lett az végül. Jó napot kívánok, te kis maki majom. Képzeld, az első produkciódat nem vette fel ez a fostalicska kamera, mert leállt. Jó van, viszont készen vagyunk, és nem vagy már annyira kakis, mint voltál meg is. Most pedig visszavisszük anyának. Most viszont az a rész jön szívem, hogy most vissza kéne aludni, tudod? Tudom, hogy minden nagyon érdekes hajnal háromkor. De hidd el, hogy reggel sokkal szebb minden. Jó, mit szólsz hozzá? Alszunk egyet? Ez egy határozott bólintás volt. Jól van már, kis szín. Jó, de karmolsz. Jaj, úristeni. Jaj, a környezetünkben mindenki azt mondja, hogy átalusszák az éjszakákat. Egy az, hogy tudja, hogy hazudnak. Másik az, hogy hát nekünk nagyon nagy szerencsénk van, hogy nincs ilyen, hogy nem látom Olivért három óránál több ideig. Nem? Tehát, hogy ha most átaludnék egy 8 órát, el is felejteném, hogy hogy néz ki. 3:46 van szívem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogy aludtál? Nagyon rövid volt. Rövid? Csak egy percnek. Még csak nem is kettőnek. Azért az túlzás, hogy kipihentek vagyunk. Még azért alszuk egy 3 órát, ugye? Még egy 3-at. Én nagyon bízom benne. Hát jó reggel, nem teljesen jött össze ez a 3 óra alvás, amit szerettünk volna Olivertől kérni. Mert már 8 óra előtt ébresztett minket. Úgyhogy most megpróbálom kitalálni, hogy mi lehet a probléma. Visszaadatni nem tudtam, pocakját masszírozgattam, többé-kevésbé összejött. Most jön a peruscsere, és ha essem, akkor eszünk egy nagyot. Dani még nem lát ki a fejéből, úgyhogy muszáj volt átvennem a dolgokat. Na, hadd nézzük, van-e itt valami kakamaka? Ja, igen, pisil, nagy a csend. Jaj, én meg bombolok előre. Egyelőre még továbbra sem látok sok esélyt arra, hogy átalusztok az éjszakát. Jó, azért a múltkorihoz képest nagyon sokat fejlődött Olivér. Most már nem háromszor kellünk, hanem éjszaka csak kétszer. Most már nem másfél órákat vagyunk fent, hanem csak fél órákat, úgyhogy fejlődik, javulunk. Kiveszik a pis egészségedre. Pis is pelust a kukába. Jaj, ne. Összepisíltük a pizsamádat. Készen állunk? Jézusom, nem. Felöltöztettem, mindenünk megvan, kész vagyunk. És fel akarom emelni, és ezt nézzétek. Picikém, miért nem szóltál, hogy te ilyen? Miért nem szóltál, hogy te ilyen? Hiszen is drágám. Na, hát akkor erőről. Na, kész is vagyunk végre. Menjünk, nézelődjünk egy kicsit, meg ébresszük fel apát. Mit szólsz? Jó lesz. Ezek szerint fent van, mert azt mondja, ne ébresszük fel. Jó reggelt kívánok! Kérem szépen!
Már nagyon hiányoztál nekem. Már nagyon-nagyon. Te hogy látasz, Dani, hogy az előbb még annyira fáradt voltál, hogy te nem voltál képes átjönni pelusozni? Most megbezzeg, ahogy végeztünk. Ez úgy lehetett, hogy én este nagyon sokat voltam most veled. Na, figyelj ide. Miért nevetsz? Azért gyorsan visszaaludtál mindig. Na, tegnap sokkal többet toltam a babakocsit, és akkor nagyon el tud fáradni az ember. Ja, értem. Ja, oké. Okay. Ez lehetett közben a fáradtságomnak. Mhm. Na, jól van akkor. Hát végül nem aludtunk vissza, úgyhogy most éppen ez a reggeli kis időtöltésünk. Asztal! Mit csinálsz, Dani? Jaj, mint egy óvodás. Mi lenne, ha inkább nem dobálnál kezdésnek, megborotválkoznál másodiknak, mert mi ez a szakál itt? Megszúrod a gyereked arcát. Mondjuk ezt tényleg nem szereti. És öltöz fel. Jó van már! Terror! Hol a labdám? Nézzük, hogy milyen napom lesz. Na nézzük. Ez mit jelent? Kirobbanó. Ahelyett, hogy veled foglalkozna, inkább dobás. Én is értem. Mint láthatátok, van egy igen király kosárpalánkom, és hát nagyon rég volt trikshetos videó. Dobjatok egy lájkot a videóra, és írjátok le kommentbe, ha szeretnétek, hogy folytassam ezt a sorozatot, mert én azért úgy vettem észre, hogy szerettétek, főleg azokat, amiben Rami is szerepelt. Kobi! Atyaék! Egy perennyit szokta ő is. Persze, menj már! Hát ez minden idők legszánalmasabb próbálkozása volt. Majdnem. Normális dolog, gondolom. Ja, és a cuccolat is tedd a helyedre, légy szíves. Helyedre! De úgy beszél már önök egy kutyával. Oliver, szüksége van rád. Menjél. Ne dobálózz le, ne! Ki csinosítottad magad? Nagyon csinos, hát meg felöltöztem. Hát konkrétan az nincs kész, de a hajadbe való, minden én nincs meg itt vagyok. Büdösen. Büdösen. Akkor ez... Ja, hogy ez... Ezt, fú, ezt nem vagyok, és Oliver. És azt mondja, hogy... Akkor nem is kell pelusozni. Rami, sziasz, mert indulunk. Ja? Na jó, megyünk éppen sétálni, meg ebédelni. Mindjárt bejelentkezek, mondjuk most. Na és már itt is vagyunk, sétálunk. Ezt nézzétek, milyen cuki Oliver. Hol van ez a gyerek? Uncsi volt a babakocsi? Igen, most uncsi volt. Amúgy rájöttem, hogy ez egy rendhagyó 8 hetes előadás lesz. Ugyanis Oliver ma 8 hetes, és eljöttünk sétálni. És elmondom most egy-két infót, ami biztos, hogy új nektek is, mert nekünk is. Az első, állj meg, Ramona. Mi volt a legkülönösebb dolog az elmúlt pár napban, amin a legdurvábban meglepődtél, és szóltál is, hogy Dani! Ja. A büdire gondolsz? Mindig fürdéskor úgy szoktuk, hogy fú, de büdi vagy ma, hónalja, a lába. Tehát beletesszük a kádba, nyilván a legfinomabb illatú. Viszont az egyik nap cipőben volt végig, és sajtszagú volt a lába. Pervers mondanom, hogy szagolgatni szoktuk a talpát, és most megéreztem az új lábúj közénél, hogy... Hát nem hittem el. De amúgy biztos, hogy betegek vagyunk, mert körülbelül negyed órán keresztül szagláztuk, hogy fúj, de büdös, szagold meg még egyszer! Fú, tényleg büdös, fú, de szagold meg még egyszer! Egyébként nagyon jól fejlődik, képzétek el, most már úgy, most már nem csak néz, hanem van tekintete is. Igen. Vagy így kér, már a... Lát, most lát. Már lát. Ja. Néz és lát is. Így tényleg így konkrét a szemünkbe tud nézni, hogyha ha elmegyek egy kicsit oldalra, hogy követ a szemével. Akár 2 másodpercre is hajlandó ránk figyelni. Ja, csak szót nem fogad még, az nem tudom, a negyedik héten jön. Na, a vasárnapi húsleves most már nálunk úgy szokott le, hogy elmegyünk az Orientál szóba, nem tudom, hogy ismeritek el, ez egy vietnámi kajálda, és hát nagyon szeretjük. Na, most egy kicsit azért leégetsz, hogy vasárnapi húsleves. Ja, szerda van. Egyrészt, másrészt, ja. Akkor ezek szerint nem főzök. Ja, hát jó. És mire valók a barátok? Ezt fél megsétáltatják Olivért. Most szerintem csak menőznek vele. Igen. Biztos, hogy csak ízlő, mert nagyon csak. Na, a művészet tárgya most az lesz, hogy nincs bicikliszállítom, és a babakocsit is, Olivért is, Ramit is, a biciklimet is be kéne valahogy applikálni az autóba, úgyhogy... Oliver már bent van. Én ja, hát akkor már csak a többi. Már csak a többi mindent kell valahogy berakni. Wow! Hát Dani ott rója a bemelegítő köreit.
Mi pedig itt Oliverrel próbálunk elaludni. Képzeljétek el, hogy annyira fáradt már szegénykém, hogy ilyenkor meg már ezért nem tud elaludni, és nagyon nyűgös. De sikeresen itt vagyunk, innen nézzük Danit, hogy miket fog produkálni. Reméljük, hogy megússzuk mindenféle esés nélkül. Úgyhogy innen csodálom, és élvezem ezt a fantasztikus időt. Boxes are defeated, purpose always sleep. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing. All emotions to the star on your heart going numb. I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive. Anya Tigris, mindent megold? Muszáj, mert nem tudod aludni. Utolsó megoldás. Természet lágy öle. Ezt nézzük. Ez a pringa. És most pisilünk be a kocsiba. Azt, hogy? Tényleg óvatosan azokkal a picsikkel, meg kakikkal, kis sávok. I just spent more time on bike instead of smoking cigarettes. Wish I worked more on music instead of alternating steps. Probably should have talked more to people I thought were interesting as heck. Probably should have gotten closer to my mom. A nyugatinál megálltam még a parkolóban. Mondtam Raminek, hogy negyed óra is jövök, és előkészítettem neki a legfinomabb vacsi kombót. Úristen, de jó lesz! Nagyon várom. Már csak az a baj, hogy amikor mi Ramival elkezdenénk enni, ezt Oliver kiszagolja és elkezd ordítani. És általában fél oldalt így szokta tudni Rami fogni, de a hamburger az kétkezes meló. Jó, egy meg szívem, ha tegyünk egy picit! Nem, szegény, nagyon nyugos. Édesem, akkor vele kell lennünk. Vigyázzunk rá, hidegen is nagyon-nagyon finom a hamburger. Édes drágám, milyen rendes gyerek. Hagy minket vacsizni. Meg tudom tömöm, vagy mi ez? Tömöm magamban, mint az én. Nehogy felébredjem. Kemény kombó azért, nem? Hát mondjuk szégyellem magamat, hogy ezt most így látjátok, de... De minden este ezt szoktam csinálni. Na, nem, nagyon-nagyon rég. Nem is tudom, mit lehet. Ünnepelünk, mert a honnapfordulónkat is elfelejtettük. Meg általában már csak Oliver kap ajándékot. Úgyhogy most itt randi vacsi. Hú, hát ez nagyon jó volt. Jaj, ne! Szívek szállodája! Ramona! Mi lesz? Oliver most malasznapot fog tartani? Nem tudom. Nem kéne neki, de nincs szívem felébreszteni. Képzeljétek el, mióta megvan Oliver, televíziót nézünk, tévéműsorokat. Televíziót? Hát sosem néztünk tévét. Nem. Most így a hajnalok miatt, tehát hogy mindig nincs annyi film, amit még hajnalban meg tudnánk nézni, ezért muszáj. Olyan jó lenne, ha már nem kéne bejelentkeznem, mert hogy éjfél, ha már éjfél után lesz, akkor... Nem, mert biztos, hogy fel fog kell 4-9. Ó, akkor fél még jelentkezem. Fél 6-kor ebben utoljára, de hogy... Úgyhogy jövünk még. Íme megjelent. Ami drága Manunk. Valahogy nem kellett azért félnünk, hogy átalussza az éjszakát, vagy esetleg nem jelenik meg itt nálunk, igaz? De te már, Ramir már elaludt, úgyhogy... Ha most feltételezzük a legjobb kimenetelt, most eszik a babu, aztán alszik, és akkor ennyi volt a mai napunk. Dobjatok egy lájkot a videóra, hát ha Oliver most sokáig fog aludni. És írjátok le kommentbe, ha szeretitek ezeket a napi vlogokat. Hát ezekben nincsen nagyon túl sok sportolás, ami mondjuk így a... Meg történés, de teljesen alap dolgok történnek, de ha nem unjátok, meg tényleg szeretitek, akkor... Akkor folytatjuk ezeket a napi vlogokat. Reméljük, hogy tetszett a videó, ha így van, akkor iratkozzatok fel a csatornáinkra, a leírásban megtaláljátok őket, és legyen nagyon szép napotok, amikor épp ezt nézitek, vagy estétek, vagy reggeletek. Sziasztok! Viszont én valamire nagyon kíváncsi vagyok a mai nap után. Valamire. Most mondanám, hogy nem. Sajtszagú, de... Kicsit sajtszagú. Én imádom.
Sometimes I wonder if I felt more at home in my own skin instead of always feeling fake. But my genuine moments stop feeling off and out of place. And my smile seems strange.